Tehát itt vagyunk a Counter-Strike Global Offensive nevű játékban, nem egy jó játék, nem is szeretném feltalálni a spanyol viaszt. Azt vettem észre, hogy ilyen hiánypótló vagy ilyen alap dolgokról szóló videó nem nagyon van róla, úgyhogy gondoltam az első tapasztalataimat én teljesen laikusként megosztanám veletek. Ugye a legfontosabb tapasztalatom az, hogy egy i7-es gépen egy 4 gigás videokártyával, Ti-os 1050-es videokártyával 4K felbontásba is föl lehet mindent nyomni teljesen totál. Tehát az összes beállítás maximumra lehet állítani, ettől aztán a játék nagyon szép lesz. Most botokkal fogok játszani, ami azt jelenti, hogy nem élő ember ellen, hanem mesterséges intelligencia ellen fogunk játszani, illetve ugye ez arra jó, hogy az ember gyakorolhat. Miért javaslom a gyakorlást? Azért, mert hogyha az ember elkezd egy ilyen játékot zöldfülűként játszani, akkor ennél lesznek sikerélményeid, mert meg fognak gyilkolászni. És ez meg nem túlságosan jó dolog. Itt az elején azt kell csinálni az embernek, amikor még nincsen pénze, menni kell a többiek után, aztán meg kell próbálni. Egyből sikerült 4-et is. Ezért kaptam manit. Mert utána a következő körökben, amikor az embernek már van pénze, akkor már tud magának venni jó fegyvereket is, és nem ezzel a faszakkal kell majd itt szenvednie. Ami nem volt szép dolog, de növesszen hátra is szemet a jó barát, hogy nem akar meghalni. Hogy nézzen hátra. De tehát ami a lényeg, hogy a játék arról szól, hogy a terroristák vannak a terror elhárítók ellen. Ilyenkor már lehet vásárolni fegyvert. Veszünk is egy submachine gun, mert azért ez gyorsan lehet szaladni, és viszonylag jó tűzereje van, hamar is lehet vele újra tölteni. Tehát a terroristák vannak a terror elhárítók ellen. A terroristáknak az a célja, hogy bombát helyezzen el, nekünk meg azt, hogy a terroristák megakadályozzuk, mint ahogy a példa is mutatja. Megdobálni. Tehát, hogy megakadályozzuk a terroristákat ebben. És ha elhelyeztek a bombát, felszedjük. Hát ilyen az, amikor megölnek. Jerry, de hogyha az embert megölik ilyenkor, nézhetek a többieket, hogy hogyan is kéne csinálni. Most ugye a botokat nézzük, nem annyira élvezetes. Közben azért ragadjuk meg az alkalmat, hogy megnézzük a grafikát. Máló vakolat, máló festék, szemét a földön, felirat. Nézhetek ilyen fények is gyönyörű szépen ki vannak találva. Hát most ezt el fogjuk vetni. Sajnos, viszont kerestem 3550 dolcsit, amiből majd vehetek új fegyvert a következő körbe, amit meg is teszünk. Csak hogy megmutassam nektek, most veszek valami nehéz kutyát. Ugye az elő nem nagyon van menekvés. Figyeljétek az árnyékokat a fegyveren. Ugye lesz neki hangja, azt mondom előre. Rövid kontrollált sorozatokkal kell operálni az embernek, nem kell. Ugye dob a fegyver rendesen, úgyhogy ha nagyon elereszted, akkor a levegőben megy fel a lövedékeknek, és ez nem túl jó. Hát megnyertük ezt is, mert lelőni az utolsó srácot is. Ugye, tehát ez azért egy elég szép kis pucska, itt látjátok, még a kopások is megvannak rajta, ahogy ez kell. Ugye lehet váltani a fegyverek között, az agérnek a pörgetésével. És most, amíg nem halok meg, addig ezt a fegyvert megtartom. Ugye ki vannak találva a dolgok, mert például, hogyha lezárt a belelőszak, akkor át lehet rajta menni, csak le kell hozzá gugolni.
ment valaki, akinek még a nézése se volt jó, meg a járása se. Egy bombát. Élesítettük egy bombát ezek a csúnya bácsik. Ugye a pályákat az érdemes botokkal játszani itt az elején, mert egyrészt meg is lehet tanulni a pályákat. Ilyenkor kell ugye a bombát hatásosítani, mert hogyha fölrobban, akkor megnyerik, így már nem fogok meghalni. Mert ugye nem volt támogatásom, de majdnem sikerült. Majd a srácok vagyok. Bam. Ez ugye azért tolatott el a srác, mert hogyha nem halsz meg, akkor nem veszik el a fegyver és nem kell újra vásárolni. Én például hős voltam, meghaltam és a fegyvert újra kell most vásárolnom. Nem úgy baj, mert nem szerettem ezt a fegyvert. Nézzünk egy puskát, valami távcsöveset mit tartok hozzá. Jó drágát, hadd örüljenek a fegyvernepperek. Ugye azt szeretném mutatni nektek, hogy nézzétek a távcsőnek az optikájába, jobb oldalon a tükröződést. Gyakorlatilag tükörnek lehet használni. Egyetlenül meg van csinálva a játék. Kár, hogy nem tudtam beleadni egy lövést se. Rutinos volt ugye a bot, most föl van tolva közepesre már, tehát ilyenkor már cikáznak jobbra-balra, mint az igazi élő emberek. Lehet akár terroristára is átváltani, itt a filmen nézett körül, alapszakadjuk a térségbe, akkor megnézzük a sarkokat. Ezt ki is használta a terrorista bácsi, csúnya terrorista bácsi. Aztán most akkor várunk egymásra. Őt is kifogja. Nem, ő rutinos annyira, hogy ott meg is látta. Rutinosnak rutinos, csak gyorsnak nem volt gyors a fiú. Hát itt ezt meg is nyerték egyébként, meg a győztes is egy terrorista lett a körnek a győztese. Na, legyünk még fegyvert. Csak azért halltam már meg egyébként, hogy meg tudjam mutatni nektek a fegyvereket. Na nézzük, vegyünk valami másik. FN Hairstyle hadd szóljon. Egy szuper jó kis fegyver, ez kis kaliber, viszont nagyon sok van, tehát gyakorlatilag pisztolylőszerrel megy. Viszont kegyetlen sokat kilőtt kívánok, nem tudom, figyeltek a gyorsaságot. Tehát tényleg ez egy gyors fegyver, és nagy a kapacitása a tárnak, tehát kevésbé fogy ki. Szerencsére pont olyan a karakterisztikája, hogy fölfele tolja a fegyvert, amikor lősz. És ezért szinte minden lövésed fejlövéssel végződik. Szóval lehet szeretni. Elébe viszont távolabbról nem nagyon lehet vele haratni. Ugye ugyanúgy, mint a pisztoly. 30 méterig körülbelül. Jól használhatom. Ugye itt el van helyezve egy bomba, hallani lehet a csipogásból, megint megpróbálom összeszedni, de ebből már halál lesz. De fedezd egy cimborot, ne ugráljál. Counter terrorists win. Nyertünk. Ez egy jó kör. Na, tehát ami a lényeg, látjátok, gyönyörű szépek, árnyékok. Fegyverek is ki vannak dolgozva. A fáknak a levele lengedezik a szélben. Tehát tényleg jó. Ami akadás van, az csak azért van, mert a háttérben egy előzítés, és azt nem nagyon... Na figyeljetek, innen próbálok leelőni a területet. Nagyon fog... Nagyon lesz hatásos. Sajnos. Közelről viszont annál inkább. Sajnos, hogyha kifogy, akkor viszont nagyon sokáig tart kicserélni a tárat. És ilyenkor kinyírnak. Érdemes nézni addig a textúrát, látjátok, röpköd a por a levegőbe. Virágoknak egyik virága el van száradva, a másik gyönyörű szépen virágzik. Szóval át van gondolva ez a játék, gondolom ez is fejlődik folyamatosan, ahogy egyre többen játszák. Na, nézzük még valami puskát itt a... Mi is rajt távcső. Távcsöveset.
Hát ezúttal sikerül leadni egy lövést is vele. Hopp! Itt kaptam. Itt most kaptam egyébként egy fénygránátot. Hát hogyha valaki eldob egy ilyen villan... Mi ez? Stun grenade-nek mondják angol, nem tudom mi a magyar neve. Ez a nem robban, hanem csak vakit. Hopp! Hát igen, ez ellen megcsört puskával sok esélyem volt. Na ilyenkor el kell az embernek fordítani a tekintetét, mert el fog vakulni néhány másodpercig, akkor is, hogyha nem az ellenség, hanem a barátságos erő, ez, tehát a kooperatív nyomta ki ezt a ránátot. Jó, hát, és akkor ez megy egyébként, akkor játszol, akkor ez megy órákon, heteken, hónapokon, éveken keresztül, és többen mondják, hogy nem nagyon lehet megunni. Mert jó. És nézem, hogy itt beszélgetek, és ez a videó is most már 15 perces, amit senki nem fog végignézni, illetve meg fogok szenvedni, mire föltöltöm a kisúra, 4K-ba, de lehet, hogy megéri. Úgyhogy még egyszer meghalok, aztán legre kapcsolom. Egy jó barát. És megnyertük, úgyhogy ez egy szép befejezés lesz. Köszönöm szépen a figyelmeteket, minden jót mindenkinek. Nézzetek meg Steamen, Counter-Strike Global Offensive, azaz CSGO, ahogy a fiatalok emlegetik. Sziasztok! Go, go, go!